Sziasztok! Meglehetősen régen nem volt hol videó, és ezt abból vettem észre, hogy rengeteg üzenetet kaptam, hogy Gabi, hol vannak a hol videók? Szeretnénk már egyet. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy készítek nektek egyet, és az utóbbi hónapokban vásárolt, illetve kapott dolgokat fogom nektek megmutatni, és azt hiszem, ez lesz az eddigi egyik kedvenc hol videóm, ugyanis olyan dolgokat sikerült összegyűjteni, amik számomra is izgalmasak, és remélem, hogy nektek is azok lesznek. Néhány ilyen beauty-s dologgal kezdem, ugyanis ide raktam őket az ölembe, úgyhogy ezekkel fogjuk kezdeni. Az első az két parfüm lenne. Az első, hát fogalmam nincs, hogy kell mondani a nevét, ez a Giacomo Paris parfüm, ez az It's Me nevű Eau de Toilette, nem is parfüm. A DM-be lehet kapni egyébként, ja, itt egy olyan, és 50 ml-es, ugye elég különleges maga a csomagolása, és ennek az a története, hogy Janival beszélgettem, és pont megszagláztam ezt a DM-ben, mert olyan különleges csomagolása volt, tudni akartam, hogy milyen illata van, és mondtam Janinak, hogy úristen, megtaláltam a parfümöt, de akkor nem hoztam el. Tehát így, jó, hát ezt most mégsem, és valahogy sose került megvásárlásra, de mindig is nagyon el akartam hozni, és Jani meglepett vele a szülinapomra, nagyon örültem, és úgy voltam vele, hogy úristen, végre ez az a parfüm, amit szerettem volna, ami úgy nagyon közel áll hozzám, és nagyon tetszik, úgyhogy ennek nagyon örültem. Egy elég erőteljes, fűszeres, nőies illata van, szerintem igazán jó. A másik parfümmel is szintén így voltam, hogy másik álmaim parfüme, tehát most kettővel vagyok. Ez egy Tom Taylor East Coast Club Woman parfüm, vagy hát nem tudom, lehet ez is Eau de Toilette, de Eau de Toilette ez is. Egy igazi ilyen édeskés, dinnyés illat, nem az az igazi görög dinnye, hanem amilyen illatosításúak a görög dinnyés dolgok, tehát testápoló, meg ilyesmi. Én nagyon szeretem. Egészen hosszan tart ahhoz képest, egyébként hajon és ruhán tovább tart, mint bőrön, bár ez szerintem a többivel is így van, és főleg így, hogy Eau de Toilette így nem olyan hosszantartó, viszont az illata az isteni. Az Avonnak nemrég volt egy ilyen rendezvény, egy ilyen sajtótájékoztatós szerűség, ahol az új gél finisű, megújult lakokat találhattuk meg, és próbálhattuk ki. Egy manikürt is lehetett kérni, hogyha szerettük volna, én kértem is, és nagyon szép lett, és imádtam. Pont előtte nem volt sokáig semmi a körmeimben, úgyhogy nagyon tetszett, hogy végre van valami. Három kis lakkot kaptam a csomagomba, amit el tudtam hozni. Az első egy ilyen narancssárga, egy igazán élénk rikító narancs. Ez nem igazán az én színem, tehát valószínűleg anyunál fog landolni, de attól függetlenül szép szín, csak én nem nagyon szoktam ilyeneket hordani. Viszont ez abszolút az én színem, tehát ez a baba kék, baba lila, van egyáltalán, hogy baba lila, nem hallottam még, de ez abszolút az én színem, ez a kicsit paszteles és krémes szín, én egyszerűen imádom, és ez volt még akkor a körmeimen, és nagyon örültem neki, hogy pont ezt a színt sikerült megkapnom, mert imádtam. És járt hozzájuk még egy ilyen topcoat is, ami egy teljesen egyszerű átlátszó, ami még egy kis csillogást és tartóságot ad. Egyébként meglepő, hogy mennyire úgy néznek ki, mintha tényleg géllakkok lennének. Elég sokáig tartanak ahhoz képest, hogy körömlakkok. Szóval egy hétig szerintem simán, úgy kopás nélkül, és szépek is, úgyhogy le a kalappal. Folytatom a kiegészítőkkel, és a kicsit randomabb dolgokkal. Az első, ami itt van a füleimben, ez a nagyon szép kék köves fülbevaló, ez a happinessboutique.com-ról van, és egyszerűen imádom. Annyira elegáns és nőies, egy kicsit feltűnő, de azért úgy szolid is, ilyen kis gyönyörű ezüstös kövekkel van kirakva. A minősége is eszméletlen szerintem, és nagyon tetszik. Így éjjel-nappal körülbelül a fülemben van, amikor tehetem, hogy illik ahhoz, ami éppen rajta van. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Még egy-két ilyen happiness butikus ékszer. Rendeltem innen még egy nyakláncot és egy fülbevalót. A fülbevaló az ilyen arany alapon, nagyon különleges szerintem, mert csak az egyiket mutatom. A hátulját, ahogy levesszük, azon van a hátsó kis háromszög, ami arany alapon ilyen márvány minta, talán egy kicsit ilyen fehér köves márványszerűség. És itt is ugyanez van, 4 háromszög van, és a középsőbe pedig ilyen kis kövek vannak, ami csillog, és meglepően elegáns, bármihez igazából föl lehet venni, amikor anyák napján, anyuval elmentünk megnézni az Anyák napja című filmet, igen, akkor ez volt rajtam egy ilyen krém színű felsővel, egy fekete
aztán fekete volt kabáttal, és abszolút jól nézett ki, úgyhogy én nagyon szeretem. Az utolsó ékszer pedig egy ilyen nagy nyaklánc lenne, és ezt, amikor először megláttam, hát egyrészt a Laura, másrészt a fesztiválok jutottak eszembe, ugyanis ő szokott mindig ilyen nagyon nagy statement nyakláncokkal rohangálni mindenhova, szó szerint, és amikor megláttam, egyből eszembe jutott. Szerintem nagyon-nagyon király, olyan igazi feltűnő. Playton, aki volt, az láthatta ezt rajtam, mert rajtam volt igazából, a blogon és Instagramon is van róla a fotó, egy közelebb is. Azt szeretem benne, hogy egyszínű, tehát ettől nem annyira feltűnő, viszont tele van ilyen bazi nagy kövekkel, és ettől szerintem elég jól néz ki, különböző alakú kövek vannak rajta, és elég jól néz ki. Tehát nekem úgy nagyon tetszik, pedig ritka, amikor egy ilyen nagyon feltűnő nyaklánc így megfogja az érdeklődésemet, és tetszik is úgy igazán. Vannak statement nyakláncaim, de azokat annyira nem a nagyon feltűnőségükről lehet szeretni, vagy ilyesmi, de ez aztán egy feltűnő darab, és imádom. Indultam a CCC-be egyik héten, és kinéztem a weboldalukon egy piros, ilyen kicsit rojtos, díszítésű magas sarkut, és abból a tervből lett ez a cipő. Na most ennek köze sincs a rojtokhoz és a piroshoz, úgyhogy elég magas a sarka, tehát tényleg elég magas, de ettől függetlenül eszméletlen kényelmes. Felpróbáltam ott a pirosat is, de hát abba beletört a lábam körülbelül, mert nem volt sem platform, és ilyen szuper vékony kis sarkakkal rendelkezett, ami nagyon csinossá tette, de egy fél óra a sétálás után szerintem így off lett volna a lábam benne. Ez a hálós kialakítás, ilyet még nem láttam sehol, és azért fogott meg, amikor így mászkáltam bent, hogy de jól néz ki. Akik hordanak magas sarkut, illetve ilyen szandiszerűséget, azok tudják, hogy ez a rész itt, ez egy gyilkolásra képes. Szóval a legtöbb szandiba ez a gyilkos rész, legalábbis nálam, nem tudom, hogy nálatok így van-e, viszont ebben ez is kényelmes, nem tudom, hogy mi van ezzel a cipővel, én órákon keresztül mászkáltam ebben a hősök terén, és meg sem fájdult benne a lábam, meg sem éreztem, úgyhogy elég király, hátulja egyébként cipzáros, itt lehet állítgatni, és nekem a gyári az teljesen jó volt, 38-as, és a Jenny Fairy márkától van a CCC-ből, úgyhogy szerintem megérte, egy jó vásárlás volt. Oké, eslete is, köszi. A ruhákkal folytatnám, ugyanis van egy pár, most azzal kezdem, ami rajtam van, ez egy handemes blazer, ilyen fekete szegélyekkel, és amúgy meg fehér, és itt pedig nem lehet teljesen lehúzni, ez ilyen kis beráncolt eredetileg, szerintem nagyon király, és egyébként végig ilyen fehér, úgyhogy nem tudok rajta nagyon mit mutogatni, egy nagyon jó anyagú, kicsit vastagabb blazer, amit imádok. Hogyha voltatok szintén Playten, akkor ebbe láthattatok, ugyanis ebbe flangáltam egész nap. És igazából az Instagramon is láthattátok, és a blogomon is. Meg azt hiszem talán még Facebook oldalon is, szóval ezt már mindenhol láttátok. És egy videóban is, úgyhogy amikor műkörmösnél jártam szalonos videó, ott is ez volt rajtam. És akkor jöhet abból a videóból ez a nadrág. És egyébként nagyon sokan írtátok, hogy úristen, de nagymamás, mi ez a nagy iszerelés rajtad? És így néztem, hogy mi nem is. Szóval szerintem tök vagány ez a minta rajta, nekem nagyon tetszik. Izgalmas, érdekes, eszméletlenül kényelmes, és nem értem, hogy miért írtátok rá, hogy olyan nagy is. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy nem nagy is, oké? Okay? Nagyon kis, szuper, 34-es méret egyébként, és a H&M-ben volt akciós, úgyhogy nagyon-nagyon szuper. Nyárra is szerintem elég király lesz, mert nagyon lenge és szellős. Van egyébként két zsebe is, amiben nem lehet nagyon pakolni, mert akkor az egészet lehúzza rólad, de a kezedet bele tudod rakni. És elég király. Egyébként ezzel a blazerrel volt rajtam. Ezt is a blogon megtaláljátok, meg úgy mindenhol, igazából, ahol így fönt vagyok, mert mindenhova posztoltam ezekről a képeket. Most pedig jöhet a joints.com. Először egy olyan melegítővel kezdenék, amit még Frusinak az egyik haul videójában láttam, egy ilyen mackós, vagy kuckózós, de valami ilyesmi melegítőként emlegette, és tök tetszett, tehát nagyon tetszett. Ez lenne az, ilyen fekete-fehér csíkozott, itt pedig egyszerű szürke, és az alján is van egy ilyen, a lehető legegyszerűbb ilyen nadrág.
És én ezzel úgy voltam, amikor rendeltem, hogy hát én ezt simán utcára is, mert tök jó lesz. Ringe pizsire emlékeztet, amikor rajtam van, úgyhogy maradok ebben így inkább itthon, kényelmesbe, meg pizsiként, úgyhogy nagyon szuper, de utcára nem. Ennek egyébként van még egy felső része is, amúgy MS-be rendeltem meg, nem tudom, egy kicsit furán áll rajtam, ezért is maradok a pizsi hordásnál. Ez lenne a teteje, és tök jól néz ki, mert egy ilyen V kivágása van, viszont ez annyira mély számomra, hogy kell egy ilyen valami toppot venni alá, mert ez így hordhatatlan szerintem. És a másik, ami még annyira nem tetszik benne, az az anyaga, mert nagyon könnyen bele lehet izzadni, és ugye ilyen világos szürke, ami nem mutat túl jól, hogyha leizzad az ember, de egyébként szeretem, meg minden, meg hát itthonra most, oké, de lehetne egy kicsit jobb anyagból, és akkor jobban imádnám. Két kapucnis felsőt is rendeltem innen, és az egyik az így néz neki, jaj, mutatom, kicsit ilyen farmeres, talán a hatása, így a mintának, ilyen kis kanga zsebe van, és annyira aranyos, én ezeket nagyon szeretem, és kényelmes is egyébként. Ami megfogott benne először az oldalon, az az volt, hogy megpróbálom megmutatni, hogy az ujja ilyen kis csipkés, talán ilyen kis minta van rajta, és ez tök különlegesé teszi, elég nőies így szerintem, és lehet a kapucni részét is hordani, esetleg, hogyha rossz kedvem van, akkor így be tudom magam húzni, és akkor így lehetek mindenkire mérges, úgyhogy nagyon király. Egy kicsit vékony az anyaga, úgyhogy alá vagy fölé még valamit, esetleg egy jackivel, egy bőrjackivel teljesen oké. Okay. Körülbelül ugyanez, csak feketében is megvan nekem, aki volt nemrég a Roxy-ban, Tatabányán, SM koncerten, az látta rajtam, mert én lányjal összefutottam, aki nézte a videóimat, úgyhogy tök aranyos voltál, hogyha innen nézed, és lehet, hogy nézed, gondolom, akkor ez volt rajtam. Ez tök fekete, szóval erről nem tudok nagyon sok mindent elmondani. Ennek is ilyen kis cuki kanga zsebe van, amit én nagyon szeretek. Ennek viszont jobb az anyaga, tehát kicsit olyan pamutosabb, kicsit vastagabb, és ennek is használható a kapucnia. Tök egyszerű egyébként bármivel hordani. És az egyik szembetűnő dolog, aki régóta néz, az tudja, hogy egy pár hónapja le lett vágatva a hajam, és akkor most hogy lehet ilyen hosszú? Ezek ilyen felcsatolhatós kis hajak, amit igazából olyan célból rendeltem, hogy meglehetősen hiányzott a hosszú hajnak az érzete, hogy itt csikiz, meg ilyesmi. És csak úgy random elkezdtem neten nézelődni, és az ebhair.com-on találtam egy olyat, aminek a színe tökre hasonlított az enyémhez, és mondom, na hát akkor próba szerencse, és megrendeltem. És amikor meghozták, akkor egyébként vágtam már az aljából, mert még egy körülbelül egy 10 centivel hosszabb volt, de nagyon-nagyon el volt törve a vége. És így levágtam, úgyhogy egyébként azért nézek oda, ott egy tükör, egy ilyen nagyon nagy. Így szerintem tök jó, és igazából így jó, hogy visszaadja egy kicsit ezt a hosszú haj feelinget. Ha szeretnétek, akkor lerakom ennek is a linkjét a leírásba, úgyhogy ha esetleg kedvetek van így puthajazni, vagy parókát, hogyha akartok venni, akkor ott tudtok. Szerintem minőségre is elég jó, és formázni is lehet ilyen hajsütővassal, mert igazi haj, úgyhogy, ja, most remélem, amúgy az elején állítottam fókuszt, mert ha nem sikítok. Ezek lettek volna a termékek, amiket az elmúlt hónapokban vettem, kaptam, meg rendeltem, ilyesmi, remélem, hogy tetszett nektek, és ha szeretnétek még haj videót, akkor írjátok meg, mert úgy vettem észre, hogy ezeket ti is szeretitek nézni, és én is imádom őket csinálni, úgyhogy, ha szeretnétek, akkor még lesz. És azt hiszem, ennyi volt. Hogyha szeretnétek, akkor nézzétek meg a blogomat, amin említettem az előző videóban, hogy sokat dolgozok, úgyhogy azt, ha szeretnétek, akkor nézzétek meg, lent lesz a link a leírásban, mint az Instagramomnak, a Facebook oldalamnak, és a többi ilyen social médiás linkem is ott megtalálható lesz. És befejezem már, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!